Mintegy 10 millió órát dolgoznak évente a polgárőrök hazánkban, feladatuk a közbiztonság megteremtése és szinten tartása. Körülbelül 60 ezer polgárőr szolgál Magyarországon, mindannyian önkéntes alapon. Köszöntöm a stúdióban Somogyi Jánost, a Megyei Polgárőr Szövetség elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igen, örülök neki, hogy ez a téma, hiszen nálunk a megyében, ha a létszámot nézzük, 5600 polgárőr teljesít szolgálatot. Ebből már előttem van itt a statisztika, amit majd március 30-án be kell lesz számolnom a Nyírbátori rendőrkapitányságon, hiszen minden évben ott tartjuk a közgyűlésünket. Nekem mindig számot kell adni arról, mit végeztünk. Itt több mint 1 millió órát csak a szabolcsiak, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek végeztek 1 millió órát. Ez óriási szám. Én valahol Igen. azt olvastam, hogy országos szinten a rendőrség 14 millió órát van szolgálatban. Szóval, hát, hogy ehhez képest azért ez egy nagyon nagy szám. Igen, így van természetesen. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az önkéntesség, aki igazi önkéntes, az igazi önkéntesről beszélek, aki már ugye most 30 évről beszélünk, most már elérkeztünk oda, 89-ben kezdődött a polgárőrségnek a szervezése. Akkor szép jubileumi évet ünnepelnek. Igen, igen, igen. És tehát ez egy akkora eredmény, hogy itt nem sok civil szervezet, illetve hát nincs is olyan civil szervezet rajtunk kívül, aki a közrend közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel foglalkozhat. Hogyan indult ez 30 évvel ezelőtt? Hány fős létszámmal indultak itt a megyében? Most 5001 néhány százat mondott most. Igen, igen. A megyében pár száz emberrel indultunk. Hát mondjuk nálunk, én Nyírbátorba kezdtem, odavaló vagyok. Mi akkor megszerveztük a polgárőrséget. Érdekes volt az akkor, mert ugye akkor feje tetejére állt az egész közrendközbiztonság. Ugye ez egy ilyen váltási lehetőség volt. Megszűnt ugye az előző rendszer. Megszűnt a munkásőrség? Így van, igen. És akkor tehát a rendőrség sem tudta, hogy most mi következik. Mindenki félt attól, hogy 56-2 lesz. És egy kicsit elszabadulnak igen, itt az indulatok, van, igen. És a közrend felborul. Viszont a bűnözők, a tolvajok, azok élték világukat. És akkor én emlékszem rá, ott voltam de biztos tetszett már ott járni Nyírbátorba, a díszterembe. Ott volt egy, de akkor ugye a tanács működött, nem önkormányzat volt, még akkor nem alakult meg. És akkor ott kaptunk egy tájékoztatást, Pestről volt egy, azt hiszem, Cseh János nevezető ember, és ott tartott egy tájékoztatót nekünk a polgárőrségről. És akkor ott mi, hát nagyon sok elégedetlen ember összegyűlt a terembe, nem is tudom, hogy honnan tudták azt a sok elégedetlen embert, aki a közrendközbiztonsággal nem volt megelégedve, előszedni ott Nyírbátorba, de az a lényeg, hogy nagyon sokan voltunk. Mindenféle foglalkozás igen, képviseltek igen. ezek itt, az emberek? Itt függetlenül attól, hogy ki mi volt ott nálunk orvos, tehát különböző a szakmák belé. Aki a közrendközbiztonságot elekart, úgy gondolta, hogy tenni kell érte, hogy a lakóhelyén biztonságosabban szerette volna érezni magát. Az mindenki csatlakozott. Akkor mindenki csatlakozott. Utána megalakultak az önkormányzatok, akkor aztán ugye polgármester úr Petrovszky Ferenc volt a polgármester, ő szárnyai alá vette ezt, hogy így mondjam, a polgárőrséget, és ugye anyagilag kezdte támogatni. De hát az még várni kellett másfél-két évet, mert ugye senki nem tudta még, hogy mostanában egy ilyen szervezetet honnan támogassanak, vagy hol van erre pénz. Költségvetés. Igen, költségvetés nem volt ilyen, még akkor szerintem nem annyira működött. Most hol tartanak 30 év elteltével? Mekkora költségvetésből dolgozik a polgárőrség? Hát most azért a megye például 41 milliót kap. Mire elég ez? Hát ez a fizetést nem adnak, mert az önkéntes ez nagyon szerény kis összeg, hogyne? Megmondom őszintén. 165 polgárőr egyesület van nálunk. Csak a megyében. Így van. Igen, és tehát ha mi megkapom azt a pénzt, akkor én azt továbbítanom kell,
pályázatot írunk ki, ugyanúgy, mint ahogy az Országos Polgárőr Szövetség ezt leadta, ugyanúgy írunk pályázatot, és akkor az egyesületeknek pályázni kell. Eszközökre, irodákra, vagy igen, helyiségekre, ahol egyáltalán hát ami a szolgálathoz, szükséges, formaruha, mert ugye ez lényeges, hogy minden polgárőr formaruhával legyen ellátva. Itt a láthatósági mellény, én ezt nagyon is szorgalmazom, hogy a polgárőr úgy nézzen ki, mint ahogy ki kell nézni egy polgárőrnek. Egy hivatásos személy. Így van, egy hivatásos. És tehát a ruházat, a megjelenése olyan legyen, mert ugye elég sokat közös szolgálatban vannak a rendőrök. Most nem nézhet ki mellette egy rendőr mellett, nem szívesen látja szerintem a rendőr, ha most öltözött fel, mint ahogy fel kellett volna öltözni. És én a másik, amit nagyon szorgalmazok, hogy a közterületi szolgálatokat. Nálunk, a polgárőröknek az legyen a feladata, az a legfontosabb feladata, a közterületi szolgálat. A jelenlét. Így van. Kis településeken óriási segítséget adunk a rendőrségnek, hiszen ő a legfontosabb együttműködő partnerünk. Hogyan alakult a rendőrséggel a kapcsolat az elmúlt 30 évben? Akkor, amikor megalakultak, gondolom, ők sem nagyon látták még, hogy mi lesz a szerepe igen, a polgárőrségnek. Igen. Tehát akkor ők is úgy voltak vele, hogy idegenkedtek tőlünk. Még hozzá voltak szokva az önkéntes rendőrökhöz, de nálunk ez nem így működik. Tehát nálunk ugye az önkéntes rendőrség az egy más világ volt. Nekünk a polgárőrök fel vannak készítve, egy polgárőr csak úgy lehet polgárőr, ha ugye megfelel a következő szabályoknak, 18 életévét betöltse, aztán akkor ha megvan, akkor az adatait, tehát prioláljuk, hogy büntetlen előéletű legyen, ez a legfontosabb. Itt sokan elcsúsznak egyébként. És a másik dolog pedig az, hogy feleljen meg minden olyannak, tehát van egy felkészítő, egy vizsga, úgynevezett alapismereti vizsga nálunk, annak meg kell, hogy feleljen, ha ott sikeres vizsgát tesz, akkor elkészítetheti, tehát akkor behet, és akkor fotót készítve van egy nyomtatványunk, elmegy vele a járási hivatalba, aztán az okmányirodába, ott lefotózzák, és akkor megigényeljük neki a igazolványt. Miben méri a polgárőrség a saját eredményeit, vagy sikerességét? Ugye azt mondta, hogy a jelenlét az, ami a legfontosabb. Tehát ha nem történik esemény, akkor az a legjobb. Mi az, amiben mérjük a sikereket? Hát az a legjobb, mert ugye ha nem történik egy településen, például most felhoznám a rendőr kollégák ugye elmentek a déli határa, tehát mindig menni kell nekik szolgálatba. Most nálunk elég sok településen, akkor, amikor ők elvonulnak, akkor üresen marad a település, szó szerint a polgárőrökre Vételen. Van hagyva. És ez paptábornok úr is, mikor országos főkapitány volt, mindig azt hangoztatta nekünk országos elnökségi ülésen, hogy nem lehet észrevenni a településen, hogy hiányzik a rendőr. Tehát a polgárőrök, ugye azért a közterület, az a lényeg, hogy lássanak a polgárőrt, hogy ott vannak mindenütt. Mennyiben mérhető a közbiztonság javulása az elmúlt 30 évben? Hát szerintem, ahogy országosan is ugye hangoztatják, a rendőrség is hangoztatja, Magyarországon a közbiztonság szuper. Mi az, amire különösen nagy hangsúlyt fognak fektetni itt a következő néhány évben? Hát ugye a fiatalokat kell lesz nekünk majd valahogy olyan vágányra terelni, ahol kicsit odafigyelni rájuk szórakozóhelyek környéke. Mert ugye lehet látni, ahol szórakozóhely van, és a környékén, mit tudom, hogy buszmegálló van, az szét van verve a buszmegálló. Ehhez viszont nem lenne baj, hogyha több fiatal lenne a polgárőrség soraiban. Így van, igen. Hát mennyire könnyű 90, vagy nehéz 90, bevonni? 90 főifjú polgárőrünk van most jelenleg. Ez országos szinten hol tart? Mert ugye elég sok a nyugdíjas és az idősebb korú a polgárőrök között. Igen, az is vagyok, igen.
idősek kifogynak, az idős emberek, aztán nem nagyon van utánpótlás, tehát nem. Akkor ez egy komoly feladat, egy hogy komoly egy kicsit feladat fiatalítani az állományt. Így van. Somogyi úr, elnök úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este, és sikeres évet kívánok 2019-re is.